és azóta hát ez nekem így nő. Hú, de rohadt szerencsés vagyok, mert nekem még a szemöldököm is feláll. Nemi szervek össze-vissza kavarodnak, és hát felnőtt tartalomról beszélünk. Jó, akkor kimondom. Megmondom őszintén, minél többet nézem Covid videóit, annál nagyobb rajongója leszek. Bekapod vagy? Na mindegy, mert a hótehénként kívül megcsináltam a hamu popókát, a csipke Józsikát, én adtam ki a Piroska és a Farkak című filmet, és még ezen kívül. A múltkor ugye beszéltem a Hótehénked című filmemről, Attila az egyik törpét játsza abban a filmben. Ildikó, aki annak idején arról volt híres, hogy tanárnő, és filmezéssel, és hát ilyen úgymond pénzügyi, szeretett szolgáltatással pénzért. Mifelénk az ilyet másképp hívják. Tehát magyarán finoman kurva volt. Na, amiről viszont beszélni szeretnék, nem más, mint a Glory Hole. Van egy fal, azon van egy luk, és akkor a lukon, aki az egyik oldalon van, átlógatja az ő nemi szervét, és akkor aki a túloldalon van, ő pedig hát bekapod, vagy na mindegy, különböző módon kielégíti őt. Azt viszont javaslom, csak úgy jut eszembe, ez is felfrissítheti a fantáziát és a szexuális életet felpezsíteti, ha például otthon csináljátok. Nyilván nem azt mondom, hogy fúrjátok át a falat, vagy egy lukat csináljátok a konyha és a nappali közé. Na mondjuk az durva lenne, családi ebédnél. Anyu, hol van apu? Hanem például, ha egy kicsit házias az illető, szóval barkácsoló típus az illető, kartonpapírból meg lehet csinálni. Sőt, ezt lehetne gyakorolni technika órán. Vagy mit tudom én, pozdor jellemezből meg lehet csinálni. Szívem, megjöttem! Csak én vagyok. Jó, van egy kis munka veled, de fölpezsdítheti a szexuális életet. Kevés munka kell a szívnek, hogy el ne tunyuljon. És ami a nagy előnye, hogy hát ugye otthon vagy, és nem kell idegen helyre menni. Hát milyen agresszíven és milyen borzasztóan támadnak bennünket a szúnyogok. Iszonyatosan agresszívek lettek az utóbbi időben. Valonnan valamilyen ázsiai szúnyogok kerültek be valamilyen úton, módon Magyarország területére. Azt a pillanatot nem felejtem el, amikor a Niklán így lenézett, és azt mondta, éreztem, hogy valami viszket, de hogy pont a farkamat csípje meg egy moszkitó, majdnem biztos vagyok benne, hogy a szüleid is csinálják. Az pedig, hogy ők csinálják-e, hát szerintem ne úgy tett fel a kérdés, hogy figyelj, te bekapod vagy... Na mindegy. Egy érdekesség, hogy a spermiumok egy jaguár futási sebességével egyenlő sebességgel lövelnek ki. Szinte biztos vagyok benne, hogy itt Kovi a gepárdra gondol, mint leggyorsabb szárazföldi élőnére, de most mindegy. A szerelem ne dűlje. Kovi szerintem picikét eltúlozza a pozitív élettani hatásait. Sokan szeretik, ha az arcukon marad, sőt, sokan szeretik azt, hogyha be is masszírozzák, mert rengeteg tápanyagot tartalmaz. Képzeld, elhoztam az arckrémet, amit 4 hete el kellett volna hozzak. Mert rengeteg tápanyagot tartalmaz, vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket, emésztőrendszeri problémákra is megoldást nyújthat, gyulladás csökkentő lehet, jót tesz a bőrnek és megszünteti a depressziót, vitamin hiányokat megoldhat, influenza, megfázás, ilyen dolgokra gyógyírt nyújthat. Tulajdonképpen egy patika van a gatyánkban, csak nem tudtunk róla eddig. Naponta egy késhegynyit, tégy bele vízbe és nyerd le. Te az sem ciki a lenyeled és az sem ciki a nem nyered le. Atya úristen, ezért jártam 15 évig az orvosi egyetemre. Kezdem érteni, miről szól a biológia. Hála nekem.